Köszöntjük valamennyiüket, ez a Pannon Krónika, a Dél-Dunántúli Régió magazin műsora. A következő órában ezúttal is Somogy, Tolna és Baranya megye legfontosabb, legérdekesebb eseményeit idézzük fel. Nézzük az ajánlót. Rosszabb mutatók, de jó közbiztonság, beszámoló az egyenruhások munkájáról. Megoldódhat a belvíz probléma, 300 millió forintos beruházás Máriafürdőn. Európai parlamenti választás, a mezőgazdasági fejlesztések folytatása a tét. Elutasították a népszavazási kezdeményezést, az ÖPE kezdeményezte a referendumot az uránbánya nyitása ellen. Beszámolt a rendőrség és a tűzoltóság a tavalyi évi tevékenységéről, a Pécsen végzett munkájukról a város képviselőtestülete előtt csütörtökön, de a polgárőrség is beszámolót tartott a városházán, a közgyűlés pályázatokról, személyi kérdésekről is döntött csütörtöki ülésén. A mutatók egy picit romlottak, de összességében jónak mondható Pécs közbiztonsági helyzete, mondta a város polgármestere csütörtökön a közgyűlésen. A rendőrség, a tűzoltóság és a polgárőrség számolt be tavalyi munkájáról a képviselőtestület előtt, ezután nyilatkozott Páva Zsolt. Vannak olyan irritáló helyzetek, amik kvázi szubjektív biztonságérzetként szoktak ilyen módon erről nyilatkozni, amik lehet, hogy csak adott kisebb körzetben vannak jelen, tehát a város egészét nem jellemzik, de azt a körzetet, azt a környéket jelentősen zavarja az adott tevékenység, például ugye a prostitúció megjelenése mondjuk ott a Komlói úton, ami egy ott élőket nagyon zavaró dolog. Ezek ellen fel kell lépni, ezeket le kell törni, ezek ellen minden eszközzel küzdeni kell, mert akkor fogják a polgárok magukat biztonságban érezni, ezek a jelenségek nincsenek körülöttük, de vannak más példák is. Tehát én mindig azt mondom a kapitány úrnak, hogy összességében elégedett vagyok. Páva Zsolt azt mondja, elégedett azzal is, hogy együttműködnek a rendőrök, tűzoltók és a polgárőrök. Ez erősíti a pécsiek biztonságérzetét. A beszámolókat egyébként nagy többséggel elfogadta a közgyűlés. Pécs újra megpályázza az Európa Zöld Fővárosa díjat. 2022-ben lehet ennek a címnek a tulajdonosa a Baranyai megyeszékhely. A címhez 300 millió forintnak megfelelő támogatás jár, amit programok szervezésére fordítana Pécs. A program lebonyolítására a polgármester az Összefogás Pécsért Egyesület képviselőjét javasolta. Újra megpályázza Pécs az Európa Zöld Fővárosa címet, erről is döntött a város képviselőtestülete csütörtökön. A pályázat összeállítását egy munkacsoport végzi, amit az Összefogás Pécsért Egyesület képviselője vezet majd. A Havi-hegyi mandulafa ügyében összefogott a város, mert fontos a pécsieknek a környezetvédelme. Az önkormányzat és egyre több beruházása szintén ezt a célt szolgálja, mondja Kővári. Közel 20 milliárd forintnyi olyan forrás felhasználása történik a topos forrásokból, amik ugyanezt a célt szolgálják. Tehát most már nem csak szép tervekkel, hanem konkrét cselekményekkel is elő tudunk majd állni. A 2022-es Zöld Város Európai cím érdekében. Jó magam vállaltam ennek a munkacsoportnak az összefogását, ugyanis most nem csak az önkormányzat lesz a pályázó, hanem meghívtuk az egyetemet, tekintettel arra, hogy két éve zöld egyetemi minősítést szerzett, és azóta egyre jobb eredményeket ér el, ők ebben partnerek, és ugyanígy a gazdasági és civil szereplőket is meghívjuk a pályázat elkészítésében már. Valamint a megvalósításban is részt vesznek ezek a szervezetek a munkacsoport vezetője szerint. Az Európa Zöld Fővárosa cím 300 millió forintnak megfelelő eurós támogatással jár, amiből programokat kell szervezni. De Kővári János szerint a későbbi uniós támogatásoknál előnyt jelent majd a cím, mert a következő pénzügyi ciklusban, vagyis 2020-tól kiemelten támogatja az EU a környezetvédő beruházásokat. Megoldódhat Balaton-Mária fürdő belvíz problémája. A terület és településfejlesztési operatív programban elnyert 312 millió forintból korszerűsítették a csapadékvízelvezetési rendszert a község több utcájában. Így nagyobb esőzésekkor a megerősített árkok és átereszek gyorsabban le tudják majd vezetni a vizet, és így jelentősen csökkenhet a belvízveszély. A belvíz volt az úr tavaly márciusban Balaton-Mária fürdőn, a Balatonpart egyik legmélyebben fekvő településén, akkor a folyamatos esőzés miatt az árkok nem bírták elvezetni a vizet, amely az udvarokba is betört. A belvíz elvezetés korszerűsítésével azonban hosszú távon megoldódhat a probléma. Körülbelül olyan 800 mm csapadék hullik évente itt a térségünkbe, és hát ha nem lesz szélsőséges időjárás, tehát nagy mennyiségű, igen nagy mennyiségű csapadék,
akkor ez képes kezelni, ez a rendszer a csapadékvízelvezetést. Egy év munka után megvalósult a településen a belvízelvezetés korszerűsítésének második üteme. A fejlesztésre nagy szükség volt, hiszen a település a Balaton vízgyűjtőjénél fekszik, így a helyiek és az üdülő tulajdonosok jobban kivannak téve a szélsőséges időjárásnak. Az elmúlt hónapokban nagyjából 3,5 km hosszan lettek kiburkolva az árkok, megcsinálva az átereszek, a hidalati átfolyások. Ugye ezek itt a Keszeg utcát, az Őrház utcát érintették. A belvíz miatt leginkább veszélyeztetettebb utcákban történt meg eddig a fejlesztés Balaton-Mária fürdőn. Ez a beruházás ezt a problématikát abban oldja meg, hogy a beton elemekkel megerősített csatornarendszer az gyorsabban levezeti ezt a fölösleges vízmennyiséget, és így talán sikerül összehozni az ökonómiát az ökológiával, tehát megvédjük értékeinket, és így nem fog akkora kárt okozni egy nagyobb eső. A fejlesztés 312 millió forintos uniós forrásból valósult meg Balaton-Mária fürdőn. 26%-kal kevesebb pénz jutna mezőgazdasági fejlesztésekre a következő 6 éves uniós ciklusban, ha az Európai Parlament elfogadná a brüsszeli bürokraták mostani költségvetési tervét. Ezt mondta a mezőgazdaságért felelős államtitkár Szekszárdon. Feldman Zsolt szerint a magyar mezőgazdaság az elmúlt időszakban Európa egyik leggyorsabban fejlődő ágazata lett. Országosan már több mint 150 ezeren, Tolna megyében pedig már több mint 6 ezeren írták alá azt a petíciót, ami a magyar gazdák érdekeit védeni a következő 2021-2026-os uniós költségvetési tárgyalások során. A térség országgyűlési képviselői ezért is tartják fontosnak, hogy fórumokat szervezzenek, ahol Brüsszel terveiről tájékoztatják a mezőgazdászokat. Horváth István, a szekszárdi választókerület parlamenti képviselője azt mondja, a mezőgazdaságra fordítható uniós forrásokra nem támogatásként érdemes tekinteni, hanem olyan pénzekre, amik igenis járnak a termelőknek. A Európai Uniós való csatlakozásnak a legnagyobb vesztese pont a vidéki Magyarország volt, és ez a fajta anyagi kompenzáció az jár a vidéken élő emberek számára, hogy újra tudjuk szervezni az életünket, hogy újra tudjuk szervezni a magyar agráriumot az élelmiszerfeldolgozással együtt, hiszen az élelmiszer egy stratégiai termék. A kormány célja a magyar mezőgazdaság és a gazdálkodók érdekeinek a védelme, ezt mondta Feldman Zsolt, mezőgazdaságért felelős államtitkár. Szerinte mindez veszélybe kerülne, ha megvalósulna az Európai Parlament terve, ami szerint a következő támogatási ciklusban az erre fordítható költségvetés 20%-kal csökkenne. A vidékfejlesztési program forrásai szűkülnének a legjobban, hiszen a megszületett javaslat alapján az a következő 7 évben 26%-kal érne kevesebbet, mint amit most fel tudunk használni, és ez bizony egy jóval kisebb tortaszelet, jóval kevesebb fejlesztés, jóval kevesebb forrás jutna a magyar vidék fejlesztésére, viszont a terület alapú támogatások is csökkennének. Ez pedig jelentősen visszavetni azt a folyamatos fejlődést, amit a magyar mezőgazdaság 2010 óta elért. A forrás csökkentés mellett viszont a mostani tervek szerint nőne a bürokrácia, figyelmeztet az államtitkár. Egyelőre nem lesz népszavazás Pécsen az uránbánya nyitásról, tájékoztatott az Összefogás Pécsért Egyesület szerdán. Mint ismert, egy hónapja adta be kezdeményezését a szervezet elnöke, önkormányzati képviselője azért, hogy megakadályozza ezt a tevékenységet a Baranyai megyeszékhelyen. Egy magáncég jelenleg is környezetvédelmi hatóság engedélyére vár, hogy bányászatba kezdhessen. Ennek venni elejét az uránbányáról szóló referendum. Közel egy hónapja készültek ezek a felvételek, amikor az Összefogás Pécsért Egyesület önkormányzati képviselője benyújtotta a népszavazási kezdeményezését a helyi választási iroda vezetőjénél. Az uránbánya nyitása ellen akart kiíratni népszavazást Kővári János. A helyi választási bizottság a kérdőnünket elutasította első fokon azzal az indoklással, hogy nem lehet egy tevékenységet a város teljes területén, tehát a település teljes területén megtiltani. Hivatkoznak egy alkotmánybírósági határozatra, ami 91-es egyébként, ami azt tartalmazza, hogy idézem, ha valamely magatartást az országos szintű jogszabályok kifejezetten megengednek, most a bányászatról van szó,
akkor azt a képviselőtestület nem tilthatja meg az egész illetékességi töretére kiterjedően. Az ÖPE nem fogadja el a döntést, fellebbeznek, mondja Kővári. A politikust azt mondja, minden jogi lehetőséget igénybe vesznek, hogy kiírják a népszavazást az uránbányáról. A bányászatnak egészségkárosító és környezetromboló hatása lenne Pécsen, ezért kell nemet mondani rá a pécsieknek, mondja az ÖPE önkormányzati képviselője. Közeleg a személyi jövedelemadó bevallásának benyújtásának határideje. Május 20-a az adó megfizetésének és az 1+1%-ról való rendelkezésének dátuma is. A benyújtás előtt azonban több dologra is figyelniük kell az adózóknak. Online már kiküldte az adóhatóság a személyi jövedelemadó bevallás tervezetét, aki postai úton kérte, annak április végéig kézbesítik. Azok az adózók, akik úgy gondolják, hogy a bevallási tervezet adatai megfelelőek és nem kívánják módosítani, nekik semmilyen teendőjük nincsen, a tervezetük május 20-án automatikusan bevallássá válik, kivéve az egyéni vállalkozókat, őstermelőket és áfás magánszemélyeket, hiszen nekik mindenképpen módosítaniuk és jóvá kell hagyniuk az SZIA tervezetüket. A NAV honlapján segítséget is kapnak az adózók a benyújtáshoz. Célszerű használni a nyomtatvány kitöltő programot, különösen azoknak, akik ügyfélkapu regisztrációval rendelkeznek, hiszen néhány kattintással könnyedén benyújthatják a személyi jövedelemadó bevallásukat, de azok az adózók is használhatják, akik nem rendelkeznek ügyfélkapuval, hiszen a programból könnyedén ki lehet nyomtatni a már kitöltött bevallást. Nagyon fontos, hogy ezt mindenképpen írja is alá az adózó, hogyha papír alapon nyújtja be. Május 20-a a személyi jövedelemadó bevallás benyújtásának, az adó megfizetésének és az 1+1% felajánlásának határideje is. Aki tavaly levont és befizetett adóval rendelkezik, dönthet adója 1+1%-áról. Ezt két kedvezményezetti kör számára lehet felajánlani. Az egyikbe tartozik a Nemzeti Tehetségprogram és az egyházak, a másikba a regisztrált szervezetek és a törvényben meghatározott szervezetek. Hatalmas a szakember hiány, nem elég népszerűek a szakgimnáziumok és a szakközépiskolák. A szakképzésben dolgozó oktatók jövedelme átlagosan 30%-kal marad el a piaci bérektől. Ezen változtatna a kormány azzal a szakképzési stratégiával, amit 2 év alatt dolgozott ki ipari szereplőkkel és az iparkamarákkal karöltve. A stratégia legfőbb pontja, hogy a szakgimnáziumokat technikummá nevezik át. A technikusi képzés 5 éves lesz, és technikusi vizsga egyenes utat jelenthet a szakirányi felsőoktatásba. Továbbá jelentős béremelésre számíthatnak a szakoktatók. Milyen ismeretekkel kell rendelkeznie egy fuvarozónak, hogyan készíti a süteményeket a cukrász? Többek között ezeket tudhatták meg azok, akik kilátogattak a szakmák éjszakája elnevezésű rendezvényre. A tanárok akkor azt mondták, fontos, hogy a pályaválasztás előtt álló fiatalok tisztában legyenek a különböző szakmákkal és azok munkaerőpiaci értékével. A szakképzésben azonban jelentős változások lépnek életbe 2020 őszétől. Hangzott el azon a fórumon, amit a Tolna megyében dolgozó tanároknak tartottak szakemberek. Itt az április elején elkészült szakképzési stratégiáról is szó volt. Hafiek Andrea, az Innovációs és Technológiai Minisztérium főosztályvezetője kiemelte, a szakképzési stratégiát az iparkamarák és a vállalatok bevonásával dolgozták ki 2 év alatt, reagálva a technológia és a munkaerőpiac változásaira. Ilyen változás például az, hogy bizonyos területeken robotok váltják ki az emberi munkát, sok munkafolyamat automatizáltá vált. Ami a legnagyobb változás lesz az elkövetkezendő időszakban, és már most is látszanak az előszelei és a nyomai, hogy megjelenik a robotizáció szinte mindenhol. Fülöpné Szűcs Mária, a pedagógusok szakszervezete Tolna megyei szervezetének elnöke, a fórumon annak a reményének adott hangot, hogy az új szakképzési stratégia hatékony lesz, és nem kell újra és újra változtatni azon, mert az követhetetlenné válik, és a diáknak nem szolgál előnyére. Lesz itt sok minden, ami érinti a szakképzés nevét, a beiskolázandó iskolák nevét. Érinti, merem remélni, hogy magát a tanulót, a tanulónak a lehetőségeit, az esélyeit. A szakképzési stratégia egyik fő eleme, hogy a szakgimnáziumi rendszert váltva visszaáll a már bevált 5 éves technikumi képzés, aminek zárásaként 4 közismereti tantárgyból kell érettségi vizsgát tenni. Ezen felül szakmai vizsgát kell majd letenniük a diákoknak, ami emelt szintű érettséginek felel meg. Azaz a sikeres technikusi vizsga egyenes utat jelent a szakirányú felsőoktatásba. Ezen kívül megemelnék a szaktanárok bérét.
A változások 2020 őszétől lépnének életbe. A felsőoktatási intézményekhez hasonlóan január 1-től kancellári rendszert állítottak fel a szakképzési centrumokban is, vagyis különválik a szakmai munka és a menedzsment. Dömötör Csaba kancellár azt mondja, az idei költségvetés már adott, viszont tartalmaz olyan fontos elemeket, mint a szekszárdi Ady Endre szakképző iskola B épületének felújítása, és elkezdődhet a vendéglátó ipari szakközépiskola épületének rendbetétele is. Hosszú évek óta faállványzat védi a gyalogosokat az esetlegesen lehulló törmelékektől Szekszárd központjában. A városkép szempontjából sem elhanyagolható épület rendbetétele idén elkezdődhet, ehhez első körben viszont még az alapokhoz kell hozzányúlni, a látványos felújítás később következhet. A forrás itt van, a műszaki felmérések elindulnak, próbafúrások fognak közeljövőben már megvalósulni, és az egésznek a tervezése indul el. Hát abban sajnos nem lesz egy nagyon gyors változás, hogy ez mennyi idő alatt készül el, hiszen ha az alapmegerősítés megtörténik, akkor azt követően a statikai állapotnak megfelelően a rögzítést meg kell tenni, és ugye az épület mozgása, amikor megáll, majd csak utána lehet hozzányúlni a felszerkezethez és annak a felépítményéhez. A vendéglátóipari szakközépiskola Hunyadi utcában jelenleg üresen álló épületére is elkészültek a tervek. Innen 3 évvel ezelőtt egy csőtörés miatt kellett elköltöztetni a diákokat. A felújítás állami beruházásban fog elkészülni, és a kancellár reményei szerint 2020-ban már itt kezdhetik a tanévet a diákok. Az új rendszerben szintén elsődleges a kettős vezetésnek megfelelő szervezeti rend kialakítása. Ez is még zajlik, de közben már dolgoznak a Modern Városok program több milliárd forintos szakképzési elemeinek megvalósításán. Nagyon fontos lenne, hogy ez mi hamarabb el tudjanak indulni ezek a projektek is. A másik pedig, ami nagyon fontos, ugye az itt a centrumban nagyon kiemelt szerepe kell, hogy legyen is, van is a képzési oldalon, a Paks 2 beruházáshoz kapcsolódóan és az atomerőmű működéséhez kapcsolódóan. Ebben az egyeztetések elkezdődtek. Ennek is az lesz a célja, hogy olyan képzéseket valósítsanak meg a centrumban, ami a gazdaság szükségleteihez igazodik, jelen esetben az atomerőmű bővítéshez, de már több másik céggel is felvették a kapcsolatot, hogy feltérképezzék az igényeiket. A Collegium Plus program sikerességéről győződhetett meg Vitályos Eszter alma melléken. Az Európai Uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár szerdán látogatott el a baranyai településre. A községben zajlik a Collegium Plus program, mely a hátrányos helyzetű gyerekeket segíti, de mini bölcsödét is kialakítanak. Nagyon jelentős összegeket fordítunk szociális fejlesztésekre, illetve a társadalmi felzárkózás különböző programjaira. A Baranyában megvalósult emberi erőforrás fejlesztési operatív programok részleteiről beszélt Vitályos Eszter alma melléken. Mint az államtitkár elmondta, 60 milliárd forintból zajlottak és zajlanak most is felújítások, illetve különböző programok. Ez több mint 380 pályázatot jelent, melyek 2014 és 2020 között valósulnak meg. Egyik az úgynevezett Collegium Plus program. A projekt a hátrányos helyzetű általános iskolásoknak segít a mindennapi életben. Nem csak egy egyszerű kollégium, milyen helyezést biztosít a rászoruló tanulók gyermekek számára, hanem attól lesz plusz, hogy hozzá olyan szociális, különböző szociális intézkedések, mint például a mindennapos étkezési lehetőség, az iskolának a megközelítése, tehát például az utaztatás, illetve a ruházkodás is ezekhez hozzátartozik. Ennek a programnak a segítségével szeretnék elérni, hogy minél több gyermek jusson el az érettségéig, tanuljon szakmát. Az EFO pályázatok mellett Nagy Csaba beszámolt az elmúlt időszakban alma melléken indult fejlesztésekről. A térség országgyűlési képviselője elmondta, az útfelújítás és szennyvízfejlesztés mellett egy mini bölcsöde kialakításán is dolgoznak több mint 25 millió forint értékben. Elindult az alma melléki vasútvonalnak az infrastruktúrális fejlesztése is, és hát az itt élők örömmel tájékoztattak minket arról, hogy az elmúlt időszakban sikerült végre elintézni azt, hogy egy évvel ezelőtt megérkezett a térerő is magába a faluba, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon sokat léptünk előre az infrastruktúrális beruházások terén. A baranyai település az elmúlt időszakban több mint 150 millió forintból fejlődhetett, emellett több 100 milliós beruházás az alma mellékről induló kisvasút fejlesztése, melyet a Mecsekerdő ZRT már megkezdett, tette hozzá a képviselő. Most nézzük, mivel foglalkozunk a Pannon Krónika hátra levő részében. Gázoló buszsofőr 1 év 10 hónap börtönt kapott az idősnőt megölő buszos. Életmentő tudás, újraélesztést tanultak a szekszárdi kórház dolgozói.
Érik az eper, a szokásosnál két héttel korábban kerülhet a boltokba. Szabaduló szoba, főzőverseny és más programok, tavaszi fesztivál az egészségtudományi karon. 1 év 10 hónap letöltendő börtönre ítélt a bíróság egy buszsofőrt, amiért 2017-ben halálra gázolt egy idős nőt Dombováron. A tragédia a helyi buszpályaudvaron történt. A sofőr arrébb akart állni a busszal, csak hogy szabálytalanul kikapcsolta az automatikus féket, ezért a jármű felugratotta a gyalogos patkára és elgázolta az áldozatot. A nő a helyszínen elvérzett. Rendőrségi szalag és összetört virágcserepek a balesetet okozó busz előtt, a sofőr a pályaudvaron várakozott a helyközi járattal, arrébb akart állni, hogy átadja egy kollégájának a helyet, ekkor hajtott fel a járdára, ahol elgázolt a bevásárlásból hazafelé tartó idősnőt. A bíró indokolása szerint a baleset azért következett be, mert a vádlott megszegte a rá vonatkozó kresszabályokat, és ezzel közvetlen okozati összefüggésben állt a busz megállóban várakozó sértett halála. A férfi azzal szegte meg a szabályokat, hogy kikapcsolt az automatikus fékrendszert a buszon, mielőtt arrébb állt, ezért a jármű elkezdett gyorsítani, így ütötte el a nőt. Métereken keresztül tolta az áldozatot, végül a nőteste a busz leghátsó ajtaja alatt zuhant a földre. A Dombovári járásbíróság 1 év 10 hónap fogházbüntetésre ítélte a vádlottat, és 3 évre eltiltotta a közúti járművek vezetésétől. Az ítélet egyelőre nem jogerős, mert a gázoló buszsofőr felmentésért fellebbezett. Vészhelyzetben csak az emberek 10%-a tud újraéleszteni, pedig Magyarországon naponta közel 70 embert ér hirtelen szívhalál. Az esetek többségében, mire kiérnek a mentők, már késő. A Tolna megyei Balassa János Kórház ezért döntött úgy, hogy minden dolgozójuknak megtanítják az újraélesztést. A fél éven át tartó programban havonta 30-nál több dolgozót képeznek ki az élet megmentésére. 26, a biztonságos és sikeres újraélesztést tanítják az orvosok a Balassa János Kórház olyan dolgozóinak, akik nem az egészségügyi szervezetben dolgoznak, ám adott esetben a segítségük életet menthet. A tapasztalat azt mutatja, hogy az emberek nem mernek ilyen módon segítséget nyújtani embertársuknak. Nagy magyar valóság az, hogy akár egy kórház előtt is meg lehet halni, és nem biztos, hogy a beteg gyorsan ellátásra fog kerülni. Ezért is céloztuk meg azt, hogy első lépésben a kórházban dolgozó, de nem egészségügyi végzettségűeket próbálunk BLS alapszintű újraélesztést tanítani, gyakoroltatni, hogyha ilyen szituációba kerülnek, akár a beteg csak a portáig jut el, akkor az újraélesztés időben megkezdődjön, amíg a szakszemélyzet megérkezik. Havonta 30-nál több dolgozót készítenek fel a fél éves programban a segítségnyújtásra. A nagyon fontos, hogy mindenki esélyhez juthasson, hogy mindenki, aki esetleg rosszul lesz a kórház területén, azok az emberek is tudják, hogy mit kell tenni, akiknek ez nem szakmájuk, de a kapcsolódó ismeretek birtokában lesznek. A szakmai képzésen túl azért is fontos ez a fajta tudás, mert ezt akár a magánéletben is kamatoztatni lehet, mondta Berta László, a biztonsági szolgálat egyik vezetője, aki maga is átesett hasonló képzésen. Április 16-a a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja. 1944-ben a náci megszállókkal együttműködő magyar közigazgatás és rendvédelem tagjai ezen a napon kezdték meg az első gettók és gyűjtőtáborok felállítását. Bonyhádról közel 1200 ember deportáltak, rájuk emlékeztek a zsidó áldozatok helyi emlékművénél. 1944. április közepe és július eleje között német adatok szerint összesen 437.402 fő zsidó gyűjtsenek össze, hogy aztán tehervagonokba zsúfolva, több száz kilométert utazva a végállomás valamelyik haláltábor legyen. 147 szerelvényből az Auschwitzba tartó utolsó vonatok egyike vitte a bonyhádi zsidókat a halálba. A 75 évvel ezelőtti eseményre emlékeztek az áldozatok emlékművénél. Bonyhád 1200 polgárát veszített el, akiket először Pécsre, majd onnan a haláltáborokba hurcoltak. A zsidóság emléke ma is ott él a Völcsék fővárosában, hiszen számtalan épület, köztük a majdnem romos zsinagóga is emlékeztet mindenkit arra, egykor éltek itt emberek, akik mindennapjaikban építettek egy várost, egy kultúrát, egy közösséget. A zsidóságnak a jelenlétét Bonyhádról ugye megpróbálták eltörölni, de az a fejlődés, amit a város átélt a zsidóságnak a megjelenésétől kezdve egészen a úgymond elüldözésükig vagy meggyilkolásukig,
az letagadhatatlan. Tehát akár gazdasági életben, akár a kulturális életben, akár a sportéletben, nyilván ez vissza lett metszve erősen 44-ben, illetve 56-ban, amikor szinte teljesen megszűnt a bonyhádi zsidó közösség, de mégis azok az épületek, az a szellemiség, ami ezt a várost addigra jellemezte, az kitörölhetetlenül benne maradt Bonyhádon. Pasitka Hermann lelkész, a bonyhádi emlékmű alkotója többek között arról szólt, újra és újra beszélni kell a 75 évvel ezelőtti történésekről annak érdekében, hogy az újabb generációk is szembesüljenek mindazzal, ami Magyarországon történt. Ezzel a tisztánlátással megakadályozható, hogy a történelem megismétlődjön, mondta a lelkész. Rövid reklám után folytatjuk a Pannon krónikát. Teljes körű szolgáltatás a villanyszerelésben és a hálózatépítésben? Akkor Electroid Kft. Mi megtervezzük, kivitelezzük, felülvizsgáljuk, vagy akár a villanyszerelési beruházás lebonyolítását is vállaljuk. Üzletünkben több mint 20 ezer termékkel várjuk. Lámpák, csillárok, ledes fényforrások 20-25 ezer óra üzemidővel. Háztartási kisgépek, ventilátorok széles kínálatban. Klímák, napelemek akár a tervezéstől a kivitelezésig. Intézmények, önkormányzatok és ipari létesítmények teljes körű kiszolgálását is vállaljuk. Péntekenként 10, a hónap utolsó péntekén pedig 15% kedvezménnyel várjuk. Electroid Kft. Minden, ami villanyszerelés. A Matt Marquez megint jól kitalálta, segítünk szépíteni és megvédeni kertjét, ingatlanját és pénztárcáját is. Kerítéstáblák, oszlopok, komplett kerítésrendszerek telepítéssel is, hullámrácsok táblában vagy méretre gyártva galambriasztó rendszerek. Ha a dizájn is fontos, válaszol perforált vagy expandált lemezt, kerítés és kapuelemnek. A biztos védelemről a pengeéles NATO drótok, szöges drótok, drótvonatok és vadhálók gondoskodnak. Matt Mark a fémipar specialistája. Szekszárd, Pollák utca 92 a felüljárónál, telefon 74-es körzet 512-678, www.metmar.hu. Harminc éves idén a Magyar Máltai Szeretetszolgálat országszerte ünnepel a katolikus segélyszervezet, mely a hit védelmét és a szegények megsegítését tűzte ki zászlajára még annak idején. Az ünnepséget április 27-én rendezik meg Pécsett. Küldöttgyűléssel kezdődik a 30 éves Magyar Máltai Szeretetszolgálat jubileumi rendezvénye jövő szombaton. Ehhez egy ünnepi szentmise is kapcsolódik, majd egy kiállítást is megnyitnak, és egy közösségi teret is átadnak. Ez utóbbi a máltai szervezet élet befogadásán túl a partnerekkel való közös találkozások lehetőségét is biztosítja. Itt elsősorban a fiatal generációkra, a gyerekekre gondolnak. A máltai funkciók befogadásán túl a partnereinkkel való közös találkozásnak a lehetőségét is biztosítja. Kifejezetten a fiatal generációkra gondolunk, gyerekekre, kamaszokra. A belvárosban ez a közel 300 négyzetméteres tér alkalmas lesz arra, hogy ott különféle értékes programokat tudjunk majd indítani. Az országos szervezet valamennyi régiója önállóan ünnepel saját összeállítású program alapján. Nem volt kötelező jellegű előírás. A szervezet továbbra is ellátja a fő feladatát,
listát, mely a szegények felkarolása, amely igencsak változatos formában lehetséges. Egész egyszerűen az éhezőknek a megetetésétől kezdve egészen mondjuk a jogi segítségnyújtás, szaktanácsadás, adósság, spirálból való kilábalásnak a módszertana, komplex közösségeknek a segítése, akár egy leszakadó városrészben jelenlét típusú szociális munkával, és ezen belül persze mindenféle rászoruló közösségnek, csoportnak, hajléktalanoknak, fogyatékkal élőknek, időseknek, magányosoknak tudunk segíteni. A szeretetszolgálat a szuverén máltai lovagrend nemzetközi családjának tagja, lovagrendi felügyeletét a Magyar-Máltai Lovagok Szövetségének ispotályosa látja el. A Magyar Katolikus Jótékonysági Hálózat szervezet a mai kor elvárásai szerint végzi munkáját, amelynek legfőbb értékei a közösség ereje, a feladathoz való alázat, a magas szintű szakmai felkészültség és legfontosabbként a rászoruló ember valódi szolgálata. Pécsi állomására érkezett az Országos Bírósági Hivatal által szervezett bíróságtörténeti kiállítás és konferencia körút 2018-19 elnevezésű programsorozat. Az Országos Bírósági Hivatal kiemelten fontosnak tekinti a bíróságok történelmi emlékeinek feltárását, megőrzését, a bíróságok történetének kutatását. Ennek jegyében Országos Bíróságtörténeti kiállítás és konferencia körutat szervezett, melynek célja, hogy előmozdítsa a további kutatásokat, felkeltse az érdeklődést a bíróságok története iránt, és konferenciák keretében kiállításokkal egybekötve bemutassa az eredményeket. Fontos, hogy a kiállítás tartást is adjon a bíróknak, mondták a pécsi esemény keddi megnyitóján a jogi karom. Ezt a tartást a múltunk, ezek a gyökerek adhatják meg. Fantasztikus azt az együttműködést látni, hogy az egyetem, a levéltár, a múzeum, a bíróságok, a jogtörténeti tanszékek, azt a sok kincset legyen az egy új törvény, előkészítése, egy-egy parlamenti beszéd, egy írógép, egy lefoglalt bűnjel, ami a 19. századból előkerül. Ezek a kis kincsek, ezek a gondolatok adják a kapaszkodót, hogy a mindennapokat túl tudjuk élni, és hogy olyan bírók lehessünk, akikben önök a bizalmukat igazán belehelyezhetik. Már érik a csökölyi eper. Az enyhe tél miatt az idén két héttel korábban pirosodik a gyümölcs, amelyet már el is kezdtek leszedni a helyiek. A fóliasátrak mellett a szabadföldi ültetvényeken is jócskán lesz idén termés, legalábbis ebben reménykednek a gazdálkodók. Az országszerte híres gyümölcs kilójáért akár 3000 forintot is elkérhetnek. A tervek szerint hamarosan egy 100 millió forintból megvalósuló ipari park is segítheti a termelőket. Az első érést már leszedték a palántákról ebben a fólia sátorban, a másodiknak még legalább egy hét kell, hogy ízletes és piros legyen. A nezdei család már hosszú évtizedek óta termeszt epret csököljön. Termesztjük Szabadföldön is, bakhátas rendszeren, 7 fólia sátorba eper van. Ebből kettő az, ami érésnek indult. A Szabadföldön ugyan még nem, de a sátrakban már sorban pirosodik az eper. Idén két héttel korábban a megszokottnál, így a piacra is hamarabb kerül, ahol akár 3000 forintot is elkérhetnek kilójáért. Jakab Csongor, csökő polgármestere azt mondja, a gazdálkodók minden évben megtalálják a számításukat. Nagyon fontos bevételi forrás ez a családoknak. Körülbelül 60 család foglalkozik ezzel a gyümölcsfélével. Valaki teljes munkaidőben csinálja, valaki pedig keresett kiegészítésként termeszti ezt a növényt. Az eper mindig fontos szerepet töltött be a település életében, ezért is szeretnék bővíteni a lehetőségeiket. Sony megyei önkormányzattal együttműködve 100 millió forintra adtunk be pályázatot egy ipari park létesítésére. Egy régi önkormányzati ingatlant szeretnénk felújítani, és hűtő, tároló és csomagoló helyiségeket szeretnénk létrehozni és megvalósítani. Az ipari park akár már idén ősszel elkészülhet. A cél, hogy minél hatékonyabban, nagyobb hozzáadott értékkel működhessenek a gazdaságok. A következő percekben a pécsi Zsolnai Kulturális Negyed programajánlóját látják. Programok, látnivalók és akciók Pécsről a Zsolnai Örökségkezelő NKFT ajánlásával. Földnapja a Zsolnai negyedben. Szeretettel várjuk Önöket a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi és Földtudományi Intézetének, valamint a Zsolnai negyed planetáriumának közös földnapi rendezvényére.
Planetáriumi bemutatók, látványos földrajzi kísérletek, virtuális homokozó és sok más érdekes program vár kicsiket és nagyokat egyaránt a negyedben, április 28-án. Május közepén ismét mindenkit vár a Zsolnai Piknik a Zsolnai negyedbe. A tavaszi zsongás elengedhetetlen elemei a finom falatok, a piknik pokrócok és a változatos programok. A fesztiválon fellép többek között a Szilárd Band, Falusi Marian, a Hajdú Klára Kvartett, Lilian és Kónyai Tibor, a Pál utcai fiúk, Zolbert, Dániel Figergő és az utazók, színpadra lép Takács Eszti és zenekara. További fellépők és még több információ a Zsolnai negyed honlapján. A Zsolnai Piknik műsorának egyik kiemelt programjára invitáljuk Önöket. Falusi Marian a Királyok és Királynők címet viselő koncertjén megidézi a Queent, az Abbát, énekel Cher, Michael Jackson, Frank Sinatra, Madonna, Király Linda és Louis Armstrong dalokat. De a sornak itt még nincs vége. Falusi Marian fellépése május 17-én lesz a Zsolnai negyed Pirogránit udvarán. Most a Pál utcai fiúk akusztikus koncertjére invitáljuk Önöket. A zenekar ezen az estén egy nagyon különleges műsort fog bemutatni kiegészülve vendégzenészeivel. A koncerten hallható dalválogatás a Pál utcai fiúk több mint 35 éves múltját egyszerre foglalja össze, értelmezi újra és ünnepli. Hallhatók lesznek dalok a kezdetek kezdetéből és a jelenből is egyaránt, hiszen a készülő új lemezről is eljátszik majd egy pár dalt a zenekar. A programokról részletesen a www.pecsiprogram.hu oldalon tájékozódhatnak. Szeretettel várjuk látogatóinkat! 14 diák ismertette munkáját a szakmai zsűrinek a 19. Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciájának regionális fordulójában a kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskolában rendezett programon. A fiatalok számos tudományterület számukra különleges témáját dolgozták fel, így szó volt a környezetvédelemről, a népművészetről és a társadalom ismeretről is. A legjobbak az országos döntőben is beszámolhatnak munkájukról. Kedvenc élőlényem az amúr. Az amúr Kínában és Szibériában őshonos, folyóvízi hal. Világszerte tavak tározók vízilőményektől való megtisztítására használják. Húsa jó minőségű. A természetismeret témaköréből sok kisdiák választott kutatási területet. A gyerekek egy írásos munka elkészülte után szóban is bemutathatták eredményeiket. Volt, aki saját iskolai beilleszkedésének nehézségét kutatta és elemezte saját osztályközösségében. Kérdőíveket osztogattam ki nekik. Hát elényente nekik nagyon furcsa volt, mert ehhez nem szoktak hozzá, mert még az osztályban nem volt olyan, aki részt vett volna ezen a versenyen. Nagyon furcsa volt nekik, de ezt is meg kellett nekik szokni. A 19. Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciájának regionális fordulójában Kaposváron szakavatott zsűri figyelte a kis tudósok előadását. Egyrészt, ami nálunk döntő, a motiváltság, hogy mennyire érdekli a témája, mennyire elhivatott a téma iránt, és minél kisebbek a gyerekek, annál lelkesebbek, és tényleg azt látjuk, hogy nem egy kényszer téma választás, hanem őt érdekli ez a probléma, még ha kicsit irányítottan a pedagógus segítségével is talál rá. Nem csak a tartalom, hanem az önállóság és az előadás módja is számított az értékeléskor. A gyerekeknek így sok mindenre kellett figyelniük, miközben kutatási témájukról számoltak be. Próbálom ugye érdekesebbé tenni, mosolyogni közben, úgy magyarázni, hogy az ember ezért értse, hogy miről beszélek, meg hogy ilyen lazán, hogy ne gondolja mindenki, ezt ilyen feszített a téma. A szakmai zsűrinek 14 kaposvári, csurgói, marcali, mesztegnyűi és pécsi diák ismertette munkáját. Nagyon fontos szintere a tehetséggondozásnak, úgy gondolom, ez a verseny. A tankert intézményei nagyon aktívak ezen a területen. Külön köszönet a Kaposvári Egyetem pedagógiai karának, akik nagyon sok segítséget adnak ehhez a munkához. Számos ilyen rendezvény, fórum van, ahol már a tudós palánták megmutathatják tehetségeiket. A dunántúli mandulafára gondolok, a munkácsi tudományos köri szenior és junior versenyeire, de ennek a regionális versenynek is azt gondolom ez az utánpótlás bázis, az érdeklődés felkeltése az alapvető célja. A legjobb ifjú tudósok kutatási munkájukat az országos döntőben is bemutathatják majd. A szabadulószobától a főzőversenyen át a különleges erőpróbánkig színes programkavalkáddal várták a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi karának hallgatóit. A tavaszi fesztivál idejére a karon dékáni szünetet rendeltek el, hogy minél többen részt tudjanak venni a közösségépítő programon.
Az egészségtudományi kara PTE egyik legfiatalabb és legdinamikusabban fejlődő kara, mely 2000. január 1-től az intézményi integráció révén a Pécsi Tudományegyetem részeként működik. A hallgatóknak és az oktatóknak egyaránt fontos a közösségépítés. Hello Tavasz, Hello RTK! Ezzel a mottóval rendezték meg a tavaszi fesztivált, ahol sok-sok színes, vicces, sportos programmal várták a hallgatókat és az oktatókat. Én csak annyit mondok, hogy család. Úgy gondolom, hogy a közösség nagyon stabil, összetartó, ismerik egymást a hallgatók, annak ellenére, hogy rettentő nagy létszámmal rendelkezünk, hiszen rengeteg olyan program van, mint az Tavaszi Fesztivál, vagy akár az Esti Polik, egyéb postolók, legyen az bármi, ahol ők találkozni tudnak egymással, és megismerhetik igazából szaktársukat, évfolyamtársukat, felsőbb éveseket és segítséget is tudnak kérni egymástól, úgyhogy úgy érzem, ez egy összetartó csapat. Kondérokkal telt meg az egyetem versenyutcai sportpályájának játékos kijárója szerdán. A főzőversenyre mindenki nagyon készült. A résztvevők egy-két trükköt is elárultak. Az a lényeg szerintem, minél több fagymát használjunk, illetve mi kétfajta húst fogunk használni, és szerintem ezért különleges így van. A hallgatókon kívül az oktatók is kedvet kaptak a pörkölt főzéshez. Alapvetően ugye ez a hallgatóknak a főzőversenye, így oktatói csapatként a Déken Hivatalnak a csapatával indulunk. Mi hoztunk szarvasúst, vaddisznót, sertéscsőköt, egy kis kolozsvári húsos szalonával megbolondítottuk, úgyhogy egy kicsit kategórián kívül indulunk. Nem akarjuk megnyerni, mert nem veszünk el hallgatóktól a győzelemnek a mámorát, de bízunk benne, hogy nagyon finom lesz. A nap végén értékes jutalmat kaptak a legjobb eredményt elért csapatok. Idén 9. alkalommal rendezik meg Kárászon a pálinka és párlat versenyt május 18-án. Ezen a napon hirdetik ki a megmérettetés eredményeit, de különböző kísérő programokat is szerveznek. Ezúttal is nevezhetnek határon túli termelők. A jelentkezők tetszőleges számú mintát küldhetnek. A leadási határidőt április 23-a és 26-a között írta ki a Kárászi önkormányzat. A 4 nap alatt reggel 9-től este 6-ig várják a termékeket a faluházban. Az eredményhirdetés napján pedig kézműves kirakodóvásár, gyermekprogramok és falulátogatás is várja az érdeklődőket. 2-től lesz az eredményhirdetés, ami terveink szerint 4-ig fog tartani, utána egy fúvószenekar fog szerepelni, és azt gondoljuk, hogy országos hírű fellépőket is sikerült ebbe az évbe ide hívnunk. A Compact Disco fog fellépni, Dániel Figergő és az utazók, Jó a Népi nevű zenekar, lesz tombola sorsolás, a tombolák pedig úgy fognak alakulni, hogy lesz egy 400 forintos belépő a rendezvényre, ami egyben tombola is lesz, tehát aki bejön a rendezvényre, az részt fog venni a tombola sorsoláson. Idén is meghirdette a Gyűjtsd a kosárlabdát akcióját a PVSK Veolia élvonalbeli férfi kosárlabda csapata, amelynek lényege, hogy a legtöbb diákot mozgósító 3 iskola értékes sportszercsomagot nyer. A tavalyi győztes ANK gimnáziuma most még 50 ingyen jegyet kapott. Hazai mérkőzésenként 3-3 kosárlabdát, illetve a szezon végén sportszert is nyerhetnek azok az iskolák, amelyek a legtöbb diákot viszik a PVSK Veolia férfi élvonalbeli kosárlabda csapat hazai mérkőzéseire. A játékba bármelyik pécsi általános vagy középiskola benevezhetett. Mindezt ráadásul ingyen, hiszen sem a nevezésért, sem pedig a meccsbelépőért nem kell fizetniük a játékban résztvevőknek. Tavaly a pécsi ANK gimnáziuma győzött. Több iskolában már jelen voltunk, nagyon fontos számunkra az iskola, itt kezdődik szerintem a kosárlabdának az alapja, hogy az iskolai gyerekek később a felnőtt csapathoz érjenek. Nekünk nagyon fontos a kezdeményezés, mivel a csapatunk 5. helyen végzett most az alapszakaszban, ezért szeretnénk az iskolából még több gyermeket kimozdítani. A tavalyi győztes pécsi ANK gimnáziuma most még 50 ingyen jegyet kapott. A belépőket a csapat hátralévő hazai meccseinek bármelyikén felhasználhatja az intézmény. A maga a sportág szeretete is fontos, nagyon sok diák ugyan csak hobbi szinten űzi a kosárlabdát, de most, hogy ilyen felsőházba jutott ugye a csapat, így még jobban szurkolnak nekik, és örülnek annak, hogy részesei lehetnek a mérkőzéseken. És ugye eddig meg kellett venni a belépőjegyet, és mivel van ez a program, ezáltal ingyen eljuthatnak a mérkőzésekre. Akár csak a tavalyi szezon végén, idén is az összesítésben első helyen végző iskola 200 ezer, a második 75 ezer, a harmadik pedig 50 ezer forint értékű sportszert nyer.
A játékosok zöme ugyan 50 év feletti, de még mindig lelkesen állnak ki a fiatalok ellen is a Kozár Misleny Ese asztali teniszezői. A gárda 15 forduló után az ötödikek a tabellán, de utánpótlás gondokkal küzdenek, így nem tudni, meddig tudják életbe tartani a nagyöregek ezt a sportágot Kozár Mislenyben. A Kozár Misleny Sportegyesületen belül nem csak öreg fiúk labdarúgó, kézilabda és kosárlabda, hanem asztali tenisz szakosztály is működik. Az MB3 dél-dunántúli csoportjába 10 csapat tartozik, köztük a mislenyiek. A játékosok között van olyan, aki már 40 éve űzi ezt a sportágat, de sajnos nincs utánpótlásuk, így bizonytalan a jövő. Hát megjártam a hadakútját, MB3, MB2, 15 év, MB1, Németország, Ausztria, úgyhogy elég régóta foglalkozok ezzel a dologgal. Imádtam, szerettem, most is szeretem, hát nem véletlenül csinálom ezt még 51 évesen is. Hála Istennek még azért bírok a többiekkel, bár a vállam már nem az igazi, nem a fiatalos lendület van bennem, de hát vagy elmúlik, vagy egy kis orvosi segítséggel majd meglátjuk, mit tudok vele csinálni. A Kozár Mislenyese asztali teniszezői legutóbb a lengyel-tóti városi esélyt fogadták. A fordulót a házigazdák nyerték 13-5 arányban. Ezzel az eredménnyel a Kozár Misleny az ötödik a tabellán. A lengyel-tóti városi ese ugyan egy fordulóval kevesebbet játszott, de így is a 9. a 10 csapatos MB3-ban. A Kozár Mislenyiek május 4-én a Beremendi építőkhöz utaznak. Ennyi volt már a Pannon Krónika, köszönjük figyelmüket! Legközelebb egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor jelentkezünk. Viszontlátásra!